A világ legdrágább ételeit felsoroló weboldal toplistáján a 8. helyet foglalja el a New Yorki Massa étterem vacsora menüje, mely 595 dollárba kerül egy személyre. Ha valaki a világ legjobb, legdrágább éttermeit keresgéli a világhálón, feltűnően gyakran botlik japán sushi éttermekbe, természetesen nem csak Japánban, de szerte a világban. Nem véletlen ez, hisz bár a világ a japán precizitással tömegesen a 20. század második felében az autó és az elektronikai ipar kapcsán szembesült, a konyhaművészetükben is sok száz, ha nem ezer éves tradíciókat ápolnak. Bár a sushi csak keskeny szelete a japán gasztronómiának, mégis ez a tipikus japán étel vált igazán népszerűvé és ismerté a világon. A legjobb, legdrágább éttermeket bemutató sorozatunk első részében is egy Japánon kívüli, New Yorkban található éttermet és séfjét, tulajdonosát, géniuszát mutatjuk be. A Massa étterem az alapító sushi mesterről, Masayoshi Takayamáról kapta nevét. Mielőtt megismerkednénk a három Michelin csillagos étteremmel és séffel, néhány fontos információ a sushiról. A sushit sokan azonosítják a japán konyhával, pedig csak egy egészen kis szelete ez az ottani konyhaművészetnek. Igaz, arra kiváló, hogy az egyszerűségben rejlő szépséget, az alapanyagok végtelen tiszteletét és a konyhaművészet tökélyre fejlesztését szemléltesse. A világ egyik legnépszerűbb, néhányak szerint legmegosztóbb ételeként tartják számon. A sushi Magyarországon is egyre többek által kedvelt fogás, melynek elkészítése igazi művészet. Az erre specializálódó szakácsok akár évtizedekig is tökéletesítik tudásukat, mire szakértőnek nevezhetik magukat. A sushi maga is művészeti értéket képvisel. A tradicionális sushi készítése igen aprólékos művelet, sok hozzávalóból áll és rengeteg variációban készül. A japán konyha azért különleges, mert a természetből és a hagyományokból egyaránt merít. Az ételkészítés folyamata nem a konyhában, hanem már az alapanyagok kiválasztásánál kezdődik. A New Yorki Massa étterem alapító sushi mestere Masayoshi Takayama egész életét töltötte a sushi készítés tökére fejlesztésével. A kemény munka meghozta gyümölcsét, a három Michelin csillagot és New York 5 legdrágább éttermének egyike címet. Takayama Masayoshi érdeklődése az ételkészítés iránt már fiatal korában kezdődött. A halpiacon kezdett dolgozni, folytatva a családi bizniszt. Később Tokióba ment tanulni, ahol Toshiaki Sukiyama sushi mester tanítványa lett. Ő vezette a főváros egyik legismertebb sushi éttermét, a Ginza Sushi Co-t. Ezután Masayoshi Amerikába utazott és megnyitotta első konyháját, ahol tradicionális japán és amerikanizált ételeket kínált. Végül 2004-ben jutott el odáig, hogy megnyissa azóta híressé vált éttermét Manhattanben. A Massa folyamatos sikernek és állandó teltháznak örvend. A fogások, ahogy az a sushinál elvárható, a legfrissebb alapanyagokból készülnek. Úgy komponálják meg őket, hogy a harmónia mellett minden hozzávaló egyedi íze érezhető legyen. Tisztelet szól a mozdulatokból, a vágásból, a hámozásból, a szórásból, hisz az ételek élnek, léteznek, csak így lehetnek igazán finomak.